Március közepén a Magyar Nemzet írta meg, hogy Kósa Lajost még Debrecen polgármestereként megbízta egy csengeri asszony, hogy fektesse be a nő 1300 milliárd forintos örökségét. Kósa Lajos ezt nem sokkal később elismerte, de azt mondta, hogy neki ebből nem származott haszna. Soha egy fillért nem fogadtam el, úgyhogy az én lelkismeretem tiszta. Vannak ilyen megkeresések, próbáltam a közösség javára ezt fordítani. Most ez lett belőle, én úgy látom, hogy ma már tudjuk, hogy ez egy célhámosság, és az örök nem csak engem, hanem számtalan embert becsapott. Aztán felbukkant egy ajándékozási szerződés is. Ez szerint Kósa Lajos édesanyja kapott volna 800 millió forintot a csengeri nőtől. A sajtó ezt firtató kérdéseire a miniszter azóta sem válaszolt. Debrecenben például perceken át szótlanul sétált az újságírók mellett. Van olyan kérdés esetleg, amire hajlandó lenne válaszolni? Valami pozitív? Végül azt mondta, hogy a nőt feljelentette, mert csaló, ráadásul a Magyar Nemzetben közölt okiratok hamisítványok. A csengeri nőt először csak Magyarországon, majd egész Európában körözték csalás miatt. A pesti srácok szerint most pénteken fogták el Svájcban, ahová nem sokkal a Kósa botrány kirobbanása után menekült. A helyiek azt mondták róla, hogy még néhány évvel ezelőtt is szegénységben élt. Kikötötték náluk a vizet, a villanyt, a gázt. Így van. Semmiük nem volt. A rendőrség nem közölt részleteket, de megerősítették, hogy elfogták a nőt. A pesti srácok szerint 30-50 ember csaphatott be. Volt, akitől állítólag több millió forintot kért kölcsön, azt ígérve, hogy az örökségből majd visszafizeti a pénzt. Kósa Lajost legutóbb 5 napja kérdeztük az ügyről. Ez egy bűnügy, kérdezik a rendőrséget. Egy folyamatban lényű nyomozásról nem lenne helyes, hogyha nyilatkoznék. Köszönöm szépen. Az ügyben ellene nem indult nyomozás. Beszélt viszont arról, hogy még nem árulhatja el, milyen feladatot szán neki Orbán Viktor az új kormányban. Azóta kiderült, hogy semmiet. Kósa Lajos elköszön a miniszterségtől, és a tervek szerint a Fidesz önkormányzati kampányát vezeti majd. Őt is feljelentették, de az ügyészség szerint ő nem tett semmi törvénybeütközőt.